Füzesabony, Encs, Sárospatak csak néhány település, amelyek a házigazdák mellett képviseltették magukat azon a versenyen, amelyet immáron nagy hagyományokra visszatekintve egyházi iskolák számára rendeztek meg Sátoraljóújhelyen. Az Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola szervezésében közel 500 gyermek adott számot tudásáról több korosztályban. A cél azonban idén sem változott. A gyerekekhez is közelebb hozni a zenét egyrészt, egyházi iskola lévén pedig az egyházi dalok megszerettetése, hiszen van egy kötelezően előírt egyházi ének minden korosztálynak megfelelően, illetve hozhatnak egy szabadon választott éneket. Az egyházi énekek különleges hangulatot adnak a versenynek. Idén is több korosztályban neveztek diákok. Tavaly ért minket egy olyan kritika, hogy nehezebb volt a dallamvonala, ezért próbáltuk most teljesen szétszedni, hogy első másodikosoknak is más, harmadik negyedikeseknek, ötödik hatodiknak és a hetedik nyolcadiknak is más kötelezően előírt dalt választottunk. Viszont meghagytuk a szabadságát annak, hogy a szabadon választott dal nem kell, hogy egyházi ének legyen. Már nem az első alkalommal vagyunk itt, azt hiszem, hogy már a harmadik alkalom, amikor elhoztunk gyerekeket. Most három korcsoportban hoztunk egy-egy gyereket, tehát három kis gyerekkel érkeztünk. Mindig nagy örömmel jövünk ide, bár az út az elég hosszú, de szívesen jövünk. Az értékelés kapcsán sok mindent figyelembe vesz a zsűri. Az életkori sajátosságokat, a hangszint, az előadásmódot, azonban ez mégsem olyan egyszerű feladat. Egyáltalán bármilyen olyan rendezvényre, ami az énekkel kapcsolatos, egyre nehezebb összeszedni különösen a felsőbb éves korosztályt. Az alsó tagozatosok tapasztalataim szerint általában egy picit lelkesebbek, de úgy gondolom, hogy ez a kategória különösen nehezít a lelkesedésen, hiszen nem feltétlenül elsősorban azokat az énekeket éneklik, amit egyébként otthon hallgatnak vagy szeretnek. A verseny nem véletlenül Szent Cecília nevéhez kötődik, hiszen a katolikus egyházban őt tartják a zenevédőszentjének.